az átonyra futott olasz tengerjáró hajó kapitányához hasonlóan viselkedtek azok, akik 8 év alatt zátonyra futtatták Magyarországot. Elsőként hagyták el a fedélzetet, és nem érdekelte őket, mi lesz az emberekkel, mondta a miniszterelnök évértékelőjében. A szocialisták szerint Orbán Viktor keszon betegségben szenved, évértékelőjében ugyanis nem Magyarországról beszélt, hiszen az abban elmondottaknak semmi köze a magyar valósághoz. Az MSZP szerint a kormányfő beszéde 2010-ben egy ellenzéki vezető szájából elment volna, de az országot 2 éve vezető politikustól már gyatra és gyenge. Tóbiás József a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát kaptak rendesen neked ebben az ország értékelőben. Gondolom a konszolidáció jegyében. Mert? Hát mert hogy a Lázár János éppen Németországban egy másik arcát mutatja a Fidesznek, és kíváncsian várom majd, hogy a frakciülésüket követően melyik álláspont kerül győzelemre. Tehát az évértékelőben Orbán Viktor miniszterelnök úr beszéde lesz a következő időszak politikai karaktere a kormányzat részéről, vagy Lázár János frakcióvezetője? Hogyha már ezt a két irányvonalat nézzük, hogy fú, akkor most 5 párti és együtt, és tényleg, és akkor a miniszterelnök mai beszéde, miszerint de a süllyedő hajóról elsőként, patkányként menekülőkhöz hasonlítja önöket. Tehát, hogy a kettő között van tényleg némi kis ellentmondás. Akkor ezt minek tudhatjuk be? Tehát az egyik hazabeszél, másik meg kifelé beszél, vagy miért? Először is szerintem azért az egy rossz helyzetfelismerés egy országot vezető politikus részéről, hogy egy tragédiát, egy emberi tragédiát, amely megtörtént az elmúlt hetekben az olasz partoknál, azt hozza párhuzamul bármilyen konstellációban a politikai térben, ez soha nem jó. Tehát biztos, hogy vannak régi mondák, mesék, legendák, amelyekből merítkezhetne. Ugye tudjuk, a Dakota közmondások előszeretettel az első Orbán kormány idején megjelentek, és igazándiból nem sértődött meg rajta senki sem kegyeleti okokból, sem egyéb másokból. Tehát nem tartottam szerencsésnek a felvetést. Az, hogy most ez minek tudható be, valójában ez a kettőség jellemzi az elmúlt másfél év európai térben és hazai térben való politikáját. Tehát e tekintetben nem látom a konszolidációt és annak a szándékát sem, hogy ezen ők érdemben szeretnének változtatni. Azt hiszem, hogy az Európai Unió lassan ugyan, mert hogy az európai értékek azok mások, mint amit a magyar kormány itthon képvisel, de kint próbált más színben föltűnni, ez lelepleződött. Hiszen ha megnézzük, hogy a kezdet-kezdetén egy Barrosóval történő tárgyalásnál, ahol a miniszterelnök úgy gondolt, hogy a 2/3 birtokában ő 7,5%-os hiánycélt is el tud érni, majd úgy jött haza, hogy akkor 3,8%-ot kell végrehajtani a 2010-ben. Aztán csak elérte. Természetesen elérte. Már nem, a 7% körül itt, tehát hogyha az egyszeri azonnali bevételt, a magányugdíjpénztári vagyot levennénk, akkor elérte. Szerintem valójában, hogy a valóságérzékelésben, amelyben megmondom őszintén, hogy nagyon sokáig irigyeltem őket, mert hogy sokkal jobban érzékelték a társadalomban zajló változásokat, úgymond a valóságképet. Én úgy látom, hogy az elmúlt fél évben, egy évben totálisan elveszítették. Tehát a hatalomnak az a természet, amely 2/3 birtokában már a veszélyérzetet sem hordozza, hogy körül kell nézni, hogy mi van az 50% plusz egyen túl, hogy most egyértelműen fogalmazzak, ez elvette azt a valóság érzékelését a jelenlegi kormánynak, meg a jelenlegi kormányzó pártoknak, hogy megértsék, hogy mi zajlott le az elmúlt másfél évben Magyarországon. Na jó, de hát még mindig többen támogatják a Fideszt, mint a majdnem az összes ellenzéki pártot együttvéve. Tehát jogosan érezheti a miniszterelnök azt, hogy még, hát ha nem is akkora, mint 2010-es választásokkor a támogatottsága a Fidesznek, de még mindig jelentős a támogatottsága. Igen, tehát hogyha úgy fogalmazzuk meg, hogy kijelöltük az irányt és egyenesen tartunk a célunk felé, csak közben az egy lejtő, akkor az rendben van. Tehát a lejtőn is lehet egyenesen haladni, csak lefelé vezet a maga az az út. Most abban, hogy támogatottságban melyik pártnak éppen hol van a támogatottsága, és ez összeadva mit jelent, ez most nem gondolnám, hogy bár mélyebben belemehetünk, hogy akkor elemezzük. Nem, ez most nem a párt preferencia miatt érdekes, hanem amiatt, hogy a jelenlegi kormány
És a kormányfő mondhatja azt, hogy annak tudatában cselekszik, hogy ő neki igen nagy a támogatottsága, ezáltal a legitimitása, ezáltal bizony a legjobb tudása szerint kell, hogy vívja az összes szabadságharcot. Senki nem vonja kétségbe a legitimitását, jobbulást, senki nem vonja, köszönöm, senki nem vonja kétségbe egy kormány legitimitását, a kormány tetteit szokták minősíteni, vagy azt vonják kétségbe annak helyességét, vagy valós tartalmát, vagy valótlanságát. Szerintem rengeteg olyan dolog elhangzott már, sőt, semmi új elem nem hangzott el a mai évértékelőben, amit nem olvashattunk volna el akár az elmúlt hetekben, hónapokban, különböző hazai vagy nemzetközi interjúban, amit a miniszterelnök úr adott. Sokkal inkább az a kérdés, amiről nem beszélt. Nem beszélt arról, hogy mi lesz az IMF megállapodással. Hogyan hát az készül? IMF az egyetlen egyszer hangzott el. Igen, hogyha... majd mi is adhattunk volna neki pénzt, ha jól a Fidesz kormány maradt volna 2002-ben, azzal a gazdaságpolitikával, azzal az államadóssággal, és folytathatta volna örök időkig, akkor most arról beszélhetnénk, hogy mi adunk kölcsön az IMF-nek. Egy barátom azt mondta nekem, hogy az egész beszédben az türemkedett ki ezen a részen, hogy ő az a típusú varázsló akar lenni, aki a megtörténteket meg nem történté akarja tenni. Tehát, hogy ha úgy lett volna, ahogy ő 2002-ben hagyta, akkor ez úgy lenne ma, hogyha olyan alkotmány vagy alaptörvény születik, amelyre most a legmodernebb alaptörvénynek tart, amely úgy éppen kirekeszte társadalomnak egy jelentős részét, amelyben alapvető emberi jogok nem érvényesülnek, és ezt a Velencei Bizottságtól mindenki elmondja, akkor azt gondolom, hogy egy olyan képet igyekszik ő fölépíteni maga köré, és bizonyára a saját bázisának ez elegendő, amelyben elhiteti, hogy mi minden csoda történhetett volna, hogyha ez mind itt nem történik meg az elmúlt 20 évben. Csak van egy probléma, hogy az élet már csak olyan, hogy megtörténnek dolgok. És szerintem egy demokrácia, meg attól demokrácia, hogyha érdemben akar változtatni egy normán, egy berendezkedésen, egy politikai erő, akkor azt nem csak a politikai többségével kell, hogy alátámassza, hanem azt valós társadalmi konszenzussal kellene létrehoznia. Én hallottam olyan ellenzéki vezetőt, akkori Orbán Viktort, aki a Monclova-paktumot, mint egy lehetséges metódust vagy eljárást szeretné a magyar társadalom számára kínálni, amiben ők kormányoznak. Ez való 2007 környékén, 2006 környékén jelent meg. Hát én ezt a megegyezést, ezt abszolút nem látom. Tehát... ha úgy vesszük, hogy az IMF megállapodásról semmilyen szót nem ejtett, nem ejtett a brüsszeli megállapodásról. Nem, sőt, csak Európában okoskodók vannak, és egyébként meg alkoholhoz hasonlít az egész. Most ehhez képest, ha jól olvasom, akkor csak a párhuzamot, az ellentmondást szeretném akkor a tévénézőknek megállítani, hogy közben Lázár János frakcióvezető Németországban arról beszél, hogy ki fogjuk javítani a hibákat, és hogyha egy politikus hibázik, akkor az is ez egy... Ez még nem szerint, hogy egyébként okoskodtak. Okoskodtak, de mi kijavítjuk a hibáinkat. De többet fogunk konzultálni, mondta ő, több párbeszédet akarunk. Én ezt nem nevezném okoskodásnak. Szerintem az a probléma, hogy akár jogosan lehet vitája egy ország miniszterelnökének a nemzeti érdekekre való tekintettel, az európai intézményének működésével, bármelyik, akár Strasbourggal, az Európai Parlamenttel bizonyos bizottsági döntéseket vitathat. Az európai értékeket ő nem vitathatja, hiszen egy európai közösségnek mi is részesei vagyunk. Szerintem az, aki a megegyezést, azt még a hazai térben, a Magyar Országgyűlésben is úgy fogalmazza meg, hogy az egy paktum, az a gyengeség jele, az Európában az a minőség jele. Az azt jelenti, hogy egyenrangú partnernek fogadlak el, attól függetlenül, hogy mekkora társadalmi csoportot képviselsz, mekkora nemzetet képviselsz, mert te is az én európai értékrendemet képviseled, vagy magadénak vallod, és meg akarok veled egyezni. Hát ez az az európai értékrend, amit valójában fölrugott a miniszterelnök, és úgy látom, hogy ez a beszédéből ez nem bír kikeveredni, tehát még most is ott tart, hogy... ezzel próbálja meg a saját maga táborát ezen a szabadságharcon fenntartani. Na hát minden esetre önök megdöntsék el, hogy akkor kinek hisznek, Lázár Jánosnak vagy Orbán Viktornak, köszönöm. Egy mondatot engedjen meg. Szerintem az emberek meg a zsebüknek higgyenek, és ne annak, hogy azt döntsék el, hogy a zsebüknek hisznek, amit megélnek, vagy pedig a miniszterelnök úr beszédének. Köszönöm szépen. Ez meg egy másik összehasonlítási alap. Én köszönöm, hogy itt volt.